Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és boldog karácsony, srácok! Újra itt vagyunk, eltelt majdnem egy év. Régiek és újak, rengetegen lettetek, és jöjjön, jöjjön akkor megint az évi ajándék videó, amit szeretnék átadni nektek így virtuálisan, hogy megint csak itt vagyunk, az én Youtube családom vagytok ti, főleg azok, akik nagyon régen követtek már figyelemmel, mindegy, hogy mivel foglalkozom, tudom, már nagyon sok játékkal foglalkoztam a csatornám, és össze-vissza kalandozok, így többnyire, és mindig-mindig ott voltatok mellettem, és minden hülyeségemet elviseltétek, úgyhogy hát ezért is köszönöm nektek, és tényleg boldog karácsonyt, és uh, folytatva a hagyományt, amit az elmúlt úgy két évben, vagy talán már három éve itt csináltam. Linkek a videó leírásban fogtok találni még ilyen karácsonyi üzenetekről. E, javaslom megnézni, hogyha valami pozitív srágra e, a napokban, szóval. De viszont a mai, a mai videóban e, szeretnék beszélni egy kicsit a, a fókuszról. Ja, igen, lehet érdekesen hangzik karácsonyban a fókuszról beszélni, és mit is értek ez a fókusz alatt, és Karácsony, ugye az előző évben beszéltem arról, hogy, hogy érdemes kicsit leülni, lenyugodni, végig gondolni a dolgokat, megajándékozni magunkat, ez volt az előző évnek a, a fő koncepciója, és azért karácsonykor többnyire az emberek még mindig leülnek, ugye leösszegzik ezeket a dolgokat, és megpróbálják ugye összefoglalni, hogy mit szeretnének csinálni az elkövetkezendő napokban, vagy az elkövetkezendő új évben, és ez az első lépés, azt hiszem, amit megteszünk, de a következő lépés, is az leg, és ez a nehezebbik változata uh, ennek a dolognak, az az, hogy honnan szerezzünk mindenre um, energiát tulajdonképpen, vagy hogy hogyan érjük el azt, hogy meg is, tényleg meg is csináljuk ez, ezeket a dolgokat. És ugye gémerek vagyunk, sok gémerek vagyunk, akik nézik ezt a videót, úgyhogy igyekszem egy kicsit átfordítani. Ezt így a játékvilágba is ezt az üzenetet. És ha valahova nagyon kell fókuszálni, az igazából a gémerség. Ugye, aki éppen csak elkezdi a gémerséget, mondjuk új egy játékhoz, vagy valami, az észreveszi, hogy egy-másfél óra után rettenetesen elfárad, és már is szinte tényleg ilyen albo állapotba kerül az ember, olyan szintű koncentrációt igényel. A figyelmünk és az agyunkat hihetetlenül leköti. Ez nincs. Ugye ez tulajdonképpen így van mindenhol, hogyha egy új dologba kezdünk, vagy valami nagyobb fába akarjuk vágni a fejünket, akkor gyakorlatilag észreveszünk, hogy milyen gyorsan elfáradunk, és a fókusz is. És ez a dolog, hogy. Megpróbálunk fókuszálni erősen egy dologra, amit szeretnénk csinálni. Ez sokszor a nyitja annak, hogy feladjuk a dolgokat, mivel gyorsan elfáradunk, gyorsan elveszítjük a fókuszt. Így aztán sokszor már éppen ott vagyunk a cél előtt, sokszor van az, hogy tényleg már éppen ott vagyunk a cél előtt, és ott adjuk föl, mert egyszerűen azt mondjuk, hogy á, ez talán mégse nekem való. És ez az, ahol mondhatni azt, hogy sokan tévedünk, mert mert nincs olyan az ember számára, ami nem neki való. Valahogy a Jóisten úgy teremtett minket, hogy, hogy bármit el tudunk érni, amit a fejünkbe teszünk, és mondjuk ennek sok, sok köze van. Nemrégiben olvastam egy tanulmányt, hogy a gondolatainknak ugye gyakorlatilag van egy, kisugárzása, egy, 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 kisugárzó ereje. Most na, ez nagyon spirituálisan hangzik, de ez valójában fizikailag kimutatható dolog. Tehát azt tudjátok minden bizony, hogy az agyunk elektromosságot termel, és a többi, és a is mindegy, de hát a gondolatainknak is van egy kisugárzása, van egy fizikailag mérhető erőterem, mondjuk így, mint a Jediknek, tehát így a, már úgyis nagy Star Wars van, és ez a Uh, erő, mondjuk így, tehát nem, nem tudom, hogy nevezze ez, ez, ez az erő tulajdonképpen, amit mi kibocsátunk, amikor nagyon fókuszálunk valamire, segít abban, hogy bevonzuk vésett, hát, hogy elérjük azt a bizonyos uh, célt. A mértéke a nem mindegy. Tehát minél erősebben koncentrálunk valamire, annál erősebb és annál uh, előbb fog eljönni uh, az a bizonyos cél. És szeretnék hinni ebbe, illetve valahol hiszek is ebbe, mert így tapasztalom időnként az életemben, hogy tényleg, ha valami nagyon kell, akkor az beválik. És csak ugye egy fizikai, fizikális világban is élünk, és ezért is talán szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat fizik, ugye fizikailag is meglépjünk. Ha ülünk egy székbe egész nap, és arra vágyunk, hogy a bomba nő beleüljön az nem fog eljönni csak úgy, mert el kell mennünk érte, és meg kell keresni most, ugye, mondtam valamit. Úgyhogy az első lépés az ugye talán mondhatni azt, hogy, hogy a tervezés és az, hogy eltervezzük, az az első lépése annak, hogy a fejünkben, az agyunkban tudos, tudatosítsuk azt, hogy, hogy ez működni fog, és jobb, ha elhiszed, hogy működni fog, mert igazából az agyad, a tested úgy van teremtve, hogy elért azt, amit akarsz. És belemehetnék itt ilyen nagyon ilyen kozmikus kisugárzás, erős mindenféle dologba hogy ezt így elhiggyétek, de igazából tényleg úgy van teremtve a testünk és az emberi képzeletelő, az emberi agy és az alkalmazkodási képességünk mindenhez, hogy um, gyakorlatilag mindent el tudunk érni, ami, 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 amit szeretnénk. És, és ez, ez lenne a lényege, hogy az első lépés az, hogy megtanuljunk koncentrálni, a másik lépés az, hogy ne felejtjük el azt, hogy ez a koncentráció és ez a fókusz, ez, ez nem ingyen jön, hanem, hanem kimeríti a testet egy idő után, és, de viszont minden minden lépéssel előrébb visz a célodhoz. Na most a célodhoz vezető úton, és, és ez nagyon fontos, megint csak, hogy, hogy észrevedd a dolgokat, amit így, amire fókuszáltál, mert azokat bevonzod gyakorlatilag az életedbe, és meg fog, megtörténnek veled. A másik probléma ott szokott lenni sokszor, hogy nem vesszük észre azt, ami jó dolog így megtörténik velünk, hanem így Valamit elképzelünk, hogy annak úgy kell lennie, de valahol útközben megtörténik velünk az a dolog, csak nem úgy, ahogy elképzeltük, de megtörténik. És sokszor nem veszük észre, hogy az megtörténik. És itt jön -e a mondani valamnak egy másik lényege, az, hogy uh, járjunk nyitott szemmel. Magyarul ne legyünk birkák. Vegyük észre a dolgokat, és a dolgok alatt azt értem, hogy miközben munkálkodunk a célunkon, ne átforduljon az egész, hogy csak nekem, csak a kapziság, csak valami, mert úton, útfélen, többféle útvonalon a célod meg fog találni téged, mert eléred, és sokszor annyira vakok vagyunk meglátni, hogy, hogy nem veszik észre, hogy ez a dolog már meg is történt. Úgyhogy, és az igazság az, hogy annyi külső hatás ér minket. A mai médiának köszönhetően talán mondhatjuk így, hogy, e, hogy egyszerűen gyakorlatilag sokszor ugye felébredünk ott, nyálcsorgatva tesszük a zombi e, életmódunkat, ami ahhoz vezet, hogy előbb-utóbb becsukott szemmel járunk, mint birkák. Már bocsánat, hogy ezt mondom. És az idei karácsony üzenet legfontosabb lényege, hogyha már eljutottunk odáig, hogy meg tudunk fókuszálni, és felfogjuk épp adja, hogy a fókusz az kimeríti a testi és, és szellemi ereünket, de utána újra feltöltődünk, mert a cél az motivál a felé. A másik az, hogy, hogy igen, hogy minden napjaidban tanuljunk meg, hogy nyitott szemmel járjunk, hogy vegyük észre a dolgokat, ne csak a mobilba belebújva, ne csak a könyvbe belebújva. Néha nézzünk ki ezen eszközeink mögül, és járjunk nyitott szemmel. Mire, mire gondolok itt az, hogy nem kell mindent úgy elfogadni, ú, most nagyon is leszek, szóval, nem kell mindent úgy elfogadni, ahogy nekünk azt be akarják adni, vagy el akarják mondani. Mindig vannak nézőpontok, szemszögek, amelyek közül választhatunk, hogy azok nekünk megfelelőek-e vagy sem. És nagyon komplex témához érkeztünk ide már. Fók cél, fókusz, nyitott szem, és a következő dolog az, hogy a döntés. A döntés, a szabadság az, hogy megvannak a saját önálló gondolataid, amit nem hagyod, hogy mások befolyásoljanak. És tudom, hogy intenzív öm, külső hatások érnek, ér, érnek téged, miközben haladsz az útod felé, rendtenetesen intenzív külső hatások érnek, és, és sokszor mondják azt, hogy nem, ez neked nem való, nem, te ezt nem tud megcsinálni, vagy... Öm, bármilyen másik hatás hallasz a média felül, vagy éppességed netten sokszor a legjobb barátaid akadályozzák meg azt, hogy elérd azt, ami neked tetszik, és olyankor lesz még nagyobb szükséged arra, hogy fókuszálj arra, amit el akarsz érni, és mérlegeld azon döntéseidet, amit hozol, és valóban azokat a döntéseket hozd, amelyek mind szívügyileg, mind mentálisan is tudod, hogy olyan dolgok, amik vezetnek a célod felé, és ha egyszer eljutsz odáig, hogy tényleg megléped azt a, azt a célt, amit elértél, az, a, az, amit felszabadít benned, hogy te megcsináltad ezt a dolgot, az, az <coughs> felbecsülhetetlen. Olyan érzésed lesz tőle, mint hogyha hozzátettél volna valamit az egész életednek a működéséhez, a környezetednek a működéséhez, így, így valamilyen nyomot hagytál magad után, és, és tudod, hogy az a tied. Elképesztően fantasztikus érzés, hogyha emberek elérik a céljukat, és sokszor jó nézni, és ahogy mások elérik a céljaikat és ahogy elérik a céljukat, mert minket motivál arra, hogy mi is meglépjük est, és hogyha aki érte már egy az nyugodtan leírhatja, hogy az, az milyen, milyen egy érzés, mint hogy tényleg valami öm, oda illő tettél volna a gépezetbe, és, és attól jobban működik ez az egész. És el, elképesztően öm, fantasztikus érzés. Nos, nagyjából azt hiszem ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszik a videó, még, még, azt hiszem órákat lehetett volna beszélni különböző ágazatokról, a célnek a fontosságáról, a fókusznak a fontosságáról, csak hát nem csinálhatok itt egy két órás ilyen um, videó update-et arról, hogy mit, és akkor még, még azon kívül, hogy hogyan járjunk nyitott szemmel, lehet, hogy egyszer, ha kíváncsiak vagytok ezekről így külön belemenve témaszögekbe egy beszélgethetünk, hogy egyszerűen mire, 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 képesek vagyunk elérni, hogyha azt beletültetjük a fejünkbe, és, és képesek vagyunk fókuszálni arra a célra, de nagyon fontos, hogy szerez meg a célt, fókuszálj a célra, jár nyitott szemmel, ne hagyd magad befolyásolni, hozz olyan döntést, amely úgy gondolod, hogy a célod felé visz, nem számít bárki más, mit mond, és hogyha ezt a célt eléred, azt, amit szeretnél, az nem, nem semmi érzés lesz a végén, azt majd meglátjátok. Köszönöm a figyelmet, srácok, boldog karácsonyt mindenkinek, és hát találkozunk a jövő, jövő, évben, addig is szilveszterkor nem nagyon berugni, csak éppen, hogy ne kerüljünk kórházba, nagyon vagy csak vicceltem. Szóval jó szórakozás mindenkinek, boldog karácsonyt, és találkozunk a jövő évben.